A több ezer befektetési jegy közül sorra vettük azokat, amelyek viszonylag alacsony kockázatúak, ilyenek az állampapírba, vállalati kötvényekbe fektető alapok. Ezek helyett én azt javasolnám, hogy közvetlenül vegyük meg az állampapírt és a kötvényt. Nem okvetlenül a befektetési jegy mellett szólnak az érvek, hiszen ezeknél nagyon komoly veszteség is keletkezhet, hiszen folyamatosan változnak a hozamok, és ha a hozamszintek úgy alakulnak, akkor akár 10-20%-os veszteségünk is keletkezhet ezeknél a termékeknél. A másik termékkör, a befektetési alapok másik csoportja, az a kockázatosabb, a nagyobb részvénykitettségű befektetési jegyek. Ezeknél hihetetlen nagy a választék, ágazati csoportosítás szerint, földrajzi területi elv alapján, fejlődő, fejlett vagy egyéb régiókra történő bontás alapján bármiféle befektetési koncepció leképezhető egy befektetési jegyben, mint termékben, és különböző részvények, indexek, vannak index követő, nemes fémeket megtestesítő befektetési jegyek. Hihetetlenül széles a paletta, rendkívül sok terméket lehet választani, de látnunk kell, hogy a legnagyobb bajunk a befektetési jegyeknek az, hogy nem tudjuk jól összepárosítani a kockázatot és az elvárt hozamot. Nem tudjuk belőni jól a kockázati szintet, hiszen nem látjuk, hogy a vagyonkezelő éppen milyen párosítás szerint válogatja össze az alapba kerülő részvényeket, és ezért nem tudjuk megmondani, hogy mekkora lesz a kockázati szint. A múltbéli hozamok alapján próbálunk következtetni a jövőre, de nem tudjuk megmondani, hogy ezért a várható hozamért mekkora kockázatot kell vállalnunk. Talán jobbak azok a termékek, amelyeknél a kockázati szintet jobban be lehet lőni. Várjuk megkeresésüket személyes portfólió kialakításában, szívesen állunk rendelkezésükre.